Na halli, sziasztok, Babics Laci vagyok, és ebbe a videóban arról fogunk beszélgetni, miért veszek régi szarkamerákat. Kezdjük! Az első és legkézenfekvőbb indok nyilvánvalóan az lenne, hogy olcsók. Bár nyilvánvalóan benne van a pakliba ez is, hogy relatív elérhető árulak ezek a kamerák. És itt most inkább arról beszélek, hogy az itthon lévő kamerák közül nekem kettő modern kamerám van. Az egyik a Sigma FP, amit van velem szembe, a másik pedig a Zekem E2 Mark 4, amit itt található mellettem. Ezen kívül ugye itt vannak azok a az egyik kamerák, amikkel relatív sokat dolgozok. Például Blackmagic Production Cinema kamera, vagy a Red One Mysterium X 4,5 t itt van mellettem a kofferba, vagy a nemrég eladott c 100 Ezek mellett ugye a Nikon D810 és a Nikon D4, amivel napi szinten fotózok, és se a legmodernebb kamerákat képviselik. Na de miért is van az, hogy én előszeretettel dolgozok új kamerákkal? Nyilván az ár az, az, itt is szempont. De nézzük például azt szempontként, hogy egy ilyen Blackmagic Production Cinema kamera, ugye a 2,5K-s verzió, kb. 250 ezer forintba kerül. 250 ezer forintból lehet venni modern kamerát is. Sony A7S 2 t ami nyilván 5 éves, de attól függetlenül modern kamera. Emellett, ha azt nézzük, hogy lehet venni e 10 et lehet venni a 6000-es Sony szériából kamerát, Canon kamerákat is lehet azért vásárolgatni párat. E, nyilván nem, nem, az ár az első. Nyilván egy fontos dolog az, hogy relatív elérhetőek ezek a dolgok, de a leges legfontosabb az, hogy ezek egy megbízható kamerák. Például ez a Blackmagic kamera tizen sok éves. Mai napig gyönyörűen működik, és gyönyörű képe van. A Red One Mysterium X 2016. 2-be, ha jól emlékszem, szóval 11 évvel ezelőtt jelent meg. Majd napig atomstabil. Mindeközben itt hol lévő másik Red kamera már állt meg a forgatáson. Úgyhogy. Az azért probléma. Szintén a Nikon D810 és a D4 is mind a kettő egy igazán megbízható kamera. De mit is jelent valójában az, hogy megbízható kamera? Például, ugye azt jelenti, hogy amikor megjelenik valami új dolog, nem veszünk meg egyből. Lásd? GoPro 12. Amikor megjelennek a gopro mindig vannak felé problémák, túlmelegednek, lefagynak, leszívják az aksikat. És ez igazából a 7 óta minden egyes verzióval előfordul. Emiatt például a vadonat, hogy GoPro-t sose veszünk meg. De ugyanez van például az iPhone-okkal is, szóval iPhone 15 Pro-t sem veszünk meg, mert túlmelegszik vagy például nem veszünk Blackmagic kamerát az elején, mert megöljük benne a HDMI portot, mielőtt még tudnánk, hogy egyáltalán vigyázni kell arra a HDMI portra. Vagy nem veszünk egy Red Commodore-t, mert megöljük rajta az SDI portot, mielőtt kiderülne, hogy vigyázni kell az SDI porttal. Úgyhogy én mindig szeretek várni egy kicsit a vásárlásokkal, ezért is nincsenek itt fancy kamerák, és tényleg nem azért, mert ha nem akarnék, nem tudnék megvenni egy GoPro 12-t, vagy ha nagyon-nagyon szeretnék, nem tudnék megvenni egy Sony FX30-at. Egyszerűen csak megtartom a tisztes távolságot velük, és inkább veszek két olcsóbb, régebbi kamerát, ami kettő tudja ugyanazt a funkciót. Például, van egy Redvan Mysterium X 4.5K kamera, ami gyönyörű, gyönyörű 4.5K RAW videót rögzít. De ezt a kamerát nem tudom feltenni gimbalra, vagy nem tudom olyan könnyen handheld rigbe rakni. De mellé Blackmagic Production Cinema kamera itt van, és egy 2.5K-s gyönyörű RAW képet csinál, amit problémája nélkül fel gimbalra vagy akár simán várigről is tudok vele dolgozni. Miért? Mert kicsi is könnyű. A másik dolog az, hogy nem nagyon jelennek mostanában meg olyan kamerák, amik tényleg azt tudom mondani, hogy igen, ez, kurva ez, 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 ez jó, ez nagyon-nagyon fosza. Én nem szeretem a Sony kamerákat. Ez te, én. én utánam őket, nagyon nagy harc válok a sony -kal. De mostanában dolgozok Sony A7 S3-mal. Ami tök jó kamera. És élvezett vele dolgozni, azt tudom mondani. Szép képe van, nagyon jó low nagyon jó kodekeket tud, és tényleg jó. De mégse venném meg saját használatra, mert ha elköltök 2 millió forintot egy kamerára, akkor igenis az a kamera mondjuk tudjon külső SSD-re akár ravot rögzíteni. Vagy tudjon olyan dolgokat, hogy 4K-ba tudjon lassítani rendesen. Itt van a Zekem E2 már 4, ami Hát tud internál de arról inkább nem beszéljünk, mert ez egy szar. De egy videós videóasszisztal nagyon-nagyon jó rávot rögzít. Minden mellett 4K 150 FPS tud. Ahogy nyilván az Scarlett is. A következő indok igazából az, hogy akármi történik ezzel a kamerákkal, ezekkel a kamerákkal már mindenkinek van tapasztalata, hogy hogyan kell szerelni. Után gyártott alkatrész van-e egyáltalán hozzá. Valamint az emberek tudják azt, hogy milyen betegségei vannak ezen a kamerának. Szóval, amikor én megvettem magamnak a Blackmagic Production Cinema kamerát, akkor, akkor én tisztában voltam azzal, hogy ennek a kamerának a belső akkumulátora nem lesz jó, ennek a kamerának tudtuk azt, hogy 2,36-os a crop fraktora, viszont most már eltelt annyi idő, hogy vannak hozzá mindenféle speciális öö, lencsék, amiket bele lehet rakni a bajonetbe, és ez a crop faktor sokkal, de sokkal jobb lesz. Vagy például tudjuk azt, hogy a szenzornak olyan limit, kiolvasási limitjei vannak, hogy ha a képbe benne van az é a tűző nap, akkor, akkor az egy fekete pötty lesz a helyén. És pontosan tudjuk azt, hogy milyen problémái vannak ennek a kamerának. Van több millió fórum róla, hogy ha bármi problémát történik, vagy bármi van, akkor mit csinálj el? hogyan tud megoldani azt a problémát, vagy mi okozhatja egyáltalán a problémát. Szóval eldobja a képkockákat. Lehet, hogy nem az SSD-vel lesz baj, hanem lehet az, hogy nem kap elég áramot, vagy, vagy nem tudom. De bármi szituációban találja magát az ember, ott van a segítség, és valaki biztos fogja tudni azt, hogy mi a probléma azzal a kamerával, és miért történik ez. Ami nagyon-nagyon fontos, míg például én a Red commodore próbáltam találni infót, mert az egyik rendező, akivel dolgozok, Red commodore dolgozik, és kinkesen sikerült megtalálni bármilyen információt róla. A másik dolog. Ezekhez a kamerákhoz, legalábbis a jó minőségű profi kamerákhoz általában nagy youtuberek vagy híres operatőrök csinálnak mindenféle ilyen masterclassokat, videósorozatokat, hogy hogyan használt, hogyan működik, egyéb ilyesmi. Általában a régebbi kamerákhoz már ingyen elérhető, mert ők már megszedték belőle magukat, nekik már visszahozta a lóvét a felvétel, úgyhogy ingyen le lehet tölteni. Ami szintén tök jó. Szóval például nekem a GH4-hez megvolt a komplet masterclass, amit nem is tudom már ki gyártott. Nem, nem, nem emlékszek. De ugyanúgy most már eljutottunk szerintem arra a szintre, hogy az eredeti Blackmagic Pocket cinemához is elérhető és pedig azóta csak megjelent a Pocket Cinema 6K, 6K Pro, 6K Pro G2, meg a Full Frame. És már ott tartunk, hogy igazából a Pocket 4K az már így egy ilyen öreg kamera. És igazából az utolsó és legesleg fontosabb dolog, hogy miért veszek egy kamerát, gyönyörűen néz ki a képük. Ezeknek a kameráknak, akár a Production 25 k akár a Red One Mysterium X-nek, de még hál' Istennek. És ennek én nagyon-nagyon örülök. A Sigma fp-nek is olyan gyönyörű mozis képe van, gyönyörű szép lány rajzolata van, és nem ez a szar túlélesített digitális képe van, mint a Sony A 7 3 nak vagy a Canon R-eknek, hogy egyszerűen jó ránézni a felvételére, és minimális utómunkával is gyönyörű, gyönyörű felvételeket lehet belőle kihozni. Ilyen szenzorokat és ilyen jó képeket nagyon-nagyon kevés kamera, vagy csak simán nagyon-nagyon sok munkával lehet kihozni ezekből a kamerákból. Egy igazából egy ilyen kis rövid betekintés lett volna az, hogy valójában miért veszek ezeket, miért veszem meg ezeket a kamerákat. Ha jól emlékszem, a következő videó majd a Production 2.5K-ról fog elkészülni, hogy, hogy miért is érdemes megvenni 2023-ba egy tizen sok éves kamerát, ami nem rögzít 4K-t, nem rögzít lassítást. Uh, jövő héten szerdán az is kint lesz, úgyhogy mához egy hétre. Production 2.5K-t ezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett, ha igen, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok, és ingyen van. Ha nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkoljátok a videót, viszont írjátok le, hogy mi a probléma. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!